beszélgetésed minden néz ki? Lesz baloldal 2018-ban, vagy nem? Hát baloldal mindenképpen lesz, most az a kérdés, hogy látható baloldal lesz-e. Itt ugye a beszélgetés elején már egyedül az MSZP-s, hát nem hívnám kollégámnak, hanem az MSZP-s ember mondta azt, hogy baloldaliak, a PM, hogy úgy nagyjából, és az egyik pedig teljesen elhatárolódott a baloldali definíciótól. Úgyhogy azt tudom mondani, mert a Balpárnak is a szlogenje, hogy mindig előre, és akkor megyünk azért, hogy egy látható párt legyen 18-ban, lehessen valakire szavazni. Akkor a Balpár célja a parlamentbe való bekerülés. Így van, mint minden parlamenti pártnak célja a hatalom megragadása, és azáltal el saját elképzeléseit megvalósítani. És mennyire reális, hogy bekerül a Balpárt a parlamentbe? Mennyire reális, hogy nem. Tehát az ehhez körülbelül 2-300 ezer szavazó megszerezhető. Szerintem időben kezdtük el az építkezést, és bízom abban, hogy mind azzal a szociális önvédelemmel, mind a munkások újságával egy olyan tábort kezdünk el teremteni, hogy például a szociális témákra fogékonyak, ránk voksolnak. Voltak most az építkezésünkben megyei szervezetek? Nem, nincsenek még megyei szervezetek, az idei évnek lesz az idei évnek lesz a nagy lépcsőfoka, hogy akkor Budapestről ki, hiszen a legtöbb kis pártnak... Csak Budapesten megy gyakorlatilag a Balpár. Hát még az egyik elnökségi tag Mutatabányai lakos, tehát ez nem tudom, hogy hogyan értelmezzük akkor. Mutatabányai és Budapest. Mutatabányai és Budapest, így van. Ugyanakkor viszont a nyári távolunk Gödön volt. Szerintem igen, persze a pártoknak, de ez a terület fetisizálás sem vezet sehova. Nyilvánvalóan az a lényeg, hogy minden választókerületben legyen egy jelölt, aki el tud indulni, és onnantól kezdve van esélye a Balpárnak. Akár ha Budapesten mennyire erős, akkor miért nem egy erős városi pártot? Városi ügyekkel és városi ügyekben a baloldal is A Balpárnak szerintem az a legnagyobb előnye, és egyben hátrája, hogy egy értékalapú politizálást követ. Jelenleg Magyarországon nem Budapest, meg nem a Budapest belső kerületében élő a problémák, hanem egyszerűen totálisan ketté, ha nem háromba szakadt a magyar társadalom. Szóval az emberekkel kell valakit kezdeni, akik vidéken élnek. De ugyanúgy sem vagy. Veszprém megye. Szerintem mi nem ilyen területcentrikusan gondolkodunk, mi azt mondjuk, hogy vannak problémák, amit kezelni kell. Mi azt mondjuk, a transfereket a gazdagabbaktól a szegényebbek felé kell vinni. És mik a nyugati minták? A nyugati minták a European Left, az Európai Balpárt családdal vagyunk valami elkötelezett viszonyban. A Die Linke, ugye a nevünk is onnan ered. Például kintjük a Podemoszt, a portugál blokkot, akkor a német Die Linkét. És hát ideig mondtuk azt, hogy a görög Szirizát is, de ezzel most... Mentőcsomag elfogadása után már nem annyira? De ezzel most igen, tehát az ember átértékeli a dolgait. Nyilvánvalóan látható, hogy Ciprász a görög miniszterelnök döntött valahogy, és nem biztos, hogy a pártja ebben követni fogja, hiszen hogy a párt egyik testületének 200 online tagjából már 100-valahányan tiltakozó memorandumot fogalmaztak meg ellene. Úgyhogy ez egy izgalmas kérdés, hogy akkor a Szirizát minek is tekinthetjük példaképnek, hogy sem. Én azt szeretem mondani, hogy 2018-ig versenyfutás van. Mindenki mutassa meg, hogy milyen programot kínál, mit gondol az országról, és próbáljuk meg egyedül elindulni. Nézzük meg, hogy a választók kit akarnak. Aztán persze, nyilván ilyen-olyan szövetségeket kell kötni, de ebben most nem gondolkodunk. Tehát mindenképpen egy önálló alternatívát szeretnénk képezni. Pártnak most hány tagja van? Erről nem beszélek. Olyan kevés? Olyan sok. Mindenki megijedne.